A mérkőzés közvetítését támogatta a Corvex Kft. A mérkőzés közvetítését támogatja a Dexium Kft. Jó estét kívánok, kedves nézők! DVSC Corvex, Budućnost Podgorica, KEK 8-at döntő kezdődik néhány másodpercen belül. Pirosban a miénk, kék-fehér felsőben, akárcsak az első találkozón. A vendég montenegrói együttes, biztosan sokan tudják, de nem árt elárulni, hogy 28-20 arányban nyerte az első kinti mérkőzést a Budućnost. Ezt a hátrányt kellene tehát ledolgoznia a Lokinak. Két évszámot emlegetnek nagy előszeretettel a debreceniek az utóbbi napokban, 1990-et és 1996-ot. Mindkét alkalommal ekkora vagy még ennél nagyobb hátrányt is sikerült ledolgozni az akkori kedvenceknek. Ebben bízik most is a látható, a szemben látható Loki tábor, meg hát persze mindenki a Hordos Imre sportcsarnokban, kivéve talán azt a 100-150 montenegróit, aki elkísérte a Budućnost csapatát. A vendégek kezdték tehát a játékot, két szlovák játékvezető van, Darko Repensek és Janko Kozsezsnyik. Kint egy cseh és egy szlovák fújt, nem túlságosan sokat segítettek nekünk, reméljük, hogy itt azért más lett a helyzet, más lesz a helyzet. Egyelőre Bogdanovics Anna Mária kapott egy sárga lapot, ő próbálta megakadályozni a 32-es számú Bulatovicsot. Mörtel továbbra is sérült a Debrecennél, Bulat azonban fájós kézzel is vállalta a játékot. Egy ilyen meccset persze ki az, aki szívesen kihagyna. A 32-es Bulatovics szerzi a találkozó első gólját. 1990-ben Komáromi Ákostól hangzott el az a bűvös mondat, hogy a 8 gólt nem lehet ledolgozni, de negyed óránként kettőt igen. Nagyjából ma is ezt kellene, ezt a kisebb fajta csodát végrehajtani. A Debrecen kapujában Triffa kezdett, közben egy átvételi probléma. Csáki a jobb oldalon, 26-ossal, aztán mellette fog egy sárga lapot kapni Lovrics. Úgy csinál, mintha nem tudta volna, hogy kinek kell a labdát adnia. Örüljünk, hogy nem lett két perc. Szóval 8-assal Csáki, 26-ossal Borbás, 83-assal Bulat, 18-assal Lovrics, 14-assal Bogdanovics, 34-assal Kazai, Trifági előtt ők védekeznek. Lovrics a többieket megelőzve, Borbással egyetemben nyitott fallal próbálkozik tehát a DVSC Corvex. Borbás teremti a földhöz a nála fejjel magasabb montenegróit. A 9-es Radovics volt az, szabad dobás. Megint Bulatovics és megint gól. Nagyon-nagyon sokat számít az, hogy hogyan sikerül mondjuk őt semlegesíteni. Egyelőre úgy tűnik, hogy ezzel meg fog gyűlni a bajunk a mai találkozón is. Nagyon jó lenne minél gyorsabban megszerezni az első gólt. Kint ugye 0-3-mal indult mind a két félidő. Jó lenne, ha nem lenne déjà vu-nk. Jó lenne, hogyha hamarabb tudnánk jelezni, hogy a szándékaink komolyak. Kazai, egyelőre csak ijesztgetünk. Lovrics jön közelebb, Bulat. Nem tudom, hogy ő vajon fájós kézzel mennyit fog tudni lövésben vállalni. Sárga lap, közben a 4-es Radicevic kapja. És szabad dobás lesz. Bulat nem tudja megszerezni, de már közben szabálytalanság. Tördelik a játékot a vendégek. Gyakorlatilag a harmadik passz már faltba torkollik. Bulat, gyönyörű gól. 2-1, a negyedik percben járunk. Érdemes természetesen az időt is figyelni, most talán még fokozottabban, mint bármikor máskor. Bulat fog kapni egy sárgát. Knezevicset vitte a földre, nem, Borbás kapja végül. Ha majd lesz idő, de remélem nem lesz egyébként, mert annyira izgalmas lesz a meccs, akkor felelevenítjük majd a 90-es és 96-as eseményeket. Talán egy időkérés vagy egy ápolás során erre nyílik majd lehetőség, csak azok kedvéért, akik esetleg
kevésbé járatosak a DVSC múltjában. Érdemes azt hiszem ezeket újra és újra előszedni. Becsorog a labda, Radicev is szerzi a harmadik vendégtalálatot. Kivártak a játékvezetők, hogy hetest ítéljenek-e. De aztán végül is ez a salamoni döntés született. Bulat! Elzárják az útját, Bogdanovics. Rendeződünk. A végközép fantasztikus hangulatot csinált. Valóságos papír eső szúdult a pályára a találkozó előtt, és ahogy az nemzetközi meccseken szokása, most is eldalolták az ultrák. Valóságos pokol várt tehát a Buducnostra egy rossz passz után. Úgy tűnik a pokol egyelőre. Két kapufa egy akción belül, hát a szerencsére egyelőre nem lehet panaszunk. Először Radicevic, aztán Mehmedovic találta el a felső lécet. A jó kapusnak van szerencséje. Nagyon-nagyon sokat számít a nap. A Trifai és Kiséva néhány bravúrral és persze kiegyensúlyozott teljesítménnyel tenni hozzá magáét a mai meccshez. A kinti mérkőzésen a kapus teljesítmény 31% volt nálunk, 61 a Buducnosztnál. Ez természetesen annak is köszönhető, hogy egy magasabb, masszívabb, agresszívebb fal. Ezek mögött a kapusnak természetesen könnyebb a dolga. Kazai fut be keresztbe. Bogdanovics passzát váltja gólra, 3-2. Visszarendelik a középkezdést. Ha már a százalékoknál tartunk, átlövésben kint 26% volt a Loki, 44 a Buducnosztyé. És a Loki összességében 13 zicsert hibázott el, 3-7-es is kimaradt, Bogdanovics marad lent, közben a bírók tovább engedik. Radicevic pedig újabb gólt lőtt. Meglehetősen szigorúan integet a szlovák. Nem ő kapta a pofont persze. Mármint Bogdanovicsnak integetett, hogy tessék fölállni. Bogdanovics a száját fájlalja, valószínűleg abba szállt bele valaki könyökkel. Nemes bosszú, így kell. Egy az egyben azt gondolom, hogy a mieink közül jó néhányan föl tudják venni a versenyt a podgoricaiakkal. Csak ott nem vigyázunk. Belül Trippa véd, jól van. Erről beszélek. Ezek nagyon-nagyon fontos momentumok lehetnek. Bulatot tartják föl szabálytalanul. Bulatovics hiába indulnak. Már belefújta. Egy nagyon rutinos, dörzsölt játékosokból álló ellenfél, ezt tudjuk, hiszen a Bajnokok Ligájában, illetve a többi kupasorozatban edződtek ezek a lányok, hölgyek. Ebben a tekintetben, illetve az összeszokottságban feltétlenül a jelenlegi Debrecen előtt járnak. Kazai lő, hárít azonban, aki az első meccsen is nagyon jól védett, Knezovic. És aztán Bakó Botont kap egy sárgát reklamálásért. Valószínűleg a kazai elleni lökést kérte számon a játékvezetőkön. Valami gubanc támad a zsűri asztalnál. Időbéli eltérések lehetnek, mutatja a zsűri elnöke. Josip Posavec, tehát csak találom kimondani, Horvátországból érkezett, és azt mutatja, hogy az eredményjelzőn és az ő stopperján más idő áll, márpedig mindig az a pontos, amit az EHF órája mutat. Bakó Botont közben megbeszélte az egyik szlovák bíróval a történteket. Harag nincs. A játékvezetők szeretnek fegyelmet tartani, ezt tudjuk. Bakó Botont meg szeretne meccset nyerni és tovább jutni. Ezt is nyilván tudjuk. A 8. percben újabb vendégakció. Egyelőre jól zárjuk el az utat, mindenki elől. Bulatovics, a bejátszás rossz, de kap egy szabad dobást. Bulatovics, kapufa, és aztán kimegy a labda.
egyenlíthet a Loki. Lehet 4-4, és aztán onnan fokozatosan elhúzni. Nálam fejben kész a terv, persze ezek a csíkosok valószínűleg nem ezért jöttek ilyen messzire. Kindl Gabi és Anna Gyokics egyébként itt ülnek a lelátón, ugye a két magyar, illetve hát Kindl már csak félig az, sérülés miatt nem állnak Dragan Adžić rendelkezésére. Gyokics persze csak tiszteletbéli magyar, javítom magam gyorsan, hiszen ő a Győrben játszott ugyan, Bogdanovics Anna pedig egyenlít, hanem Szaboránszki van keretben a magyarok közül. Figyeljünk! Lemaradunk Nezevicsről. Nem sokáig örülhetünk az X-nek. 4-5. Bulat akad fent. Nagyon jó periódusai voltak az első meccsen. Jó lenne valami hasonlót. Egy az egyben mondom, most is verjük őket sokszor. Bogdanovics, hetes, az első hetes a meccsen. Reméljük, hogy sokkal jobb százalékban sikerül majd a büntetőket értékesítenünk. Bulat megy oda. Szót sem szólok többet a hetesekről, megígérem. Fölé megy az első kutyafáját. Marad az egy gólos vendégelőny. Egyelőre a negyed óránkénti két gól ledolgozásához kéne lőnünk még hármat. Trifa hárét a kipattanóért, menjünk. Jól van, Bulat. Borbás. Megoldja egyedül. Mehmedovic akadályozza. Mondanám, hogy mellbedobással hárította Borbást. És közben egy sárga Knezevicsnek. Lassan azért jönnek majd a két percek. Szépen besárgult mindenki oda át. Erre is figyelhetünk, erre is számíthatunk persze. Ha biztos az, amikor már meg is ítélték a játékvezetők a kiállítást. Lovrics! Jövünk. Újabb szabad dobás, Borbást próbálta megjátszani Lovrics. Csáki nem tud fölkanyarodni, Mehmedovics őt is megpróbálja lerántani. Ebben a lövésben már nem volt akkor erő, köszönhetően annak, hogy Bogdanovics Anna kezére elég komolyat rázúztak. A játékvezetők engedik tovább a meccset. Bulatovics. Trifa véd. Kozait tüntették el Bulatovics útjából. Trifa Ági mutat ki a kispadra, hogy ez az. Megvan még a labda, kicsit nehezen jutott el, de eljutott. Á, Bulat! Megint rossz helyre. Jön Trifa, és nincs szerencsénk. Ez, komolyan mondom, Radičevićnek csak megszületni volt nehéz. Összeszaladunk, a labda hozzájuk pattan. Cserél közben az vendégcsapat, Lazovics érkezik. Csúnyán leteremtik Miljanićot. Valószínűleg nem azt csinálta, amit vártak tőle. Dragan Adžić torkolta le. 6-4. Nagyon kéne gólt lőni, megint nagyon-nagyon. Volt egy rés a falban, de mire észreveszük, visszaérnek. Lovrić, Bulat lő kapufát, a kipattanót nem tudjuk megszerezni. Jó védekezés, és aztán Borbás ellen fújnak. 13. perc. Egyelőre összességében 10 góllal megy a Budućnost.
egyszerű a helyzet, de hát ezt tudtuk, hogy nem lesz az. Bulatovics. A belemenés. Teljesen jó ítélet, és jogos is. Szabó Pöttyinti Kazainak, aki bezúzza a hosszú felsőbe. Bravo! Kazai Janit a második góljával. 6-5-re megint feljövünk. Ez is belemenés, nagyon jól fújják a bírók egyelőre ezeket a faltokat, vigyázni. Ez meg 2 perc. Mehmedovics, nagyon nincs is mit vitatkozni rajta. Lerántotta Bulatot, hogy ne lehessen indulni. Ember előnybe került át a Debrecen. Dragan Adžić már is mutatja, hogy mit változtatnak ember hátrányban a védekezésen a vendégek. Bulat pedig lejön, és Hornyák jön be nálunk. Nézzük, 2 perc tehát, 6-5 ellen játszhatunk. És bár csak 1 perc van az első negyed órából, alig ha lesz már meg az hőnállított első 2 gól ledolgozása. Én azt gondolom, ha átveszük a vezetést, az is nagyon jó lenne. Hornyák! Nezovics könnyedén. Fognak sietni. Bulat védekezni bejön. És bejön Szabó is védekezni, Lovrics is. Hornyák pihen ebben a periódusban. Majdnem labdát szerez Bogdanovics, Bulatovics, kicsit tanástalanok, de hát kevesebben vannak. És a lövés, Trifahári oldalról azonban. A vendégek jöhetnek újra. 1 perc a kiállításból. Tréfa mutatja, hogy megy az idő, és nincs játékban a labda. Elveszik a labdát. Látták, hogy Radovicsnak esze ágában sincs kapura törni, annál inkább Kazainak. 3. gólját lövi csübe. Leindítás gólunk nem volt még. 6-6, a 16. percben járunk. Ember hátrányból tehát utolérjük a podgoricaiakat. 20 másodperc múlva kiegészül a vendégcsapat. Bulatovicsot Bogdanovics próbálja semlegesíteni. Egy egyéni próbálkozás fennakad. Szuzana Lazovics próbálkozott, utána jártam, nem rokon a Dzsudzsák Balázs csapattársának. Kiegészült közben a Buducnost, és egy rossz lövés mindjárt. Dragan Adžić néz az ég felé, itt Horváth Charlie. Fogjuk meg, szabad dobást kap közben Borbás. Jön Lovrics és Hornyák. Vegyük át a vezetést, hát ha az lélektanilag újabb lökést adna. Nem jól jön ki a figura, illetve jól zavarnak. Jó a bejátszás, Borbás, jól van. Ügyesen futott be a 2 nagy darab podgoricai védő közé. Knezovics kapus pedig kijön egészen a felezővonalig, hogy megbeszéljék, hogy mi volt rossz a védekezésben. 7-6-ra megyünk a 17. percben. Jó lenne ezt a lendületet megtartani, és kivédekezni néhány vendégakciót. Bulatovics. Megint egy óriási kapufa, kipattanót azonban itt megszerzik Trifahári, Radičević labdáját hárítja. Trifahári egyelőre hozzáteszi azokat a bravúrokat, amelyekre szükség van.
a győzelem. Ez Bulat pedig egy nagy gólt lő. Gyerünk! 8-6. Két perc csúszában vagyunk, de két gól ledolgozva jelentem a 8-ból. Radovićra kell még nagyon figyelni, Bulatović most egy picit passzívabb az utóbbi pár percben. Tehát persze Bulatović és Jovanović sem kisebb név a szakmában, nagyon jó, talán egy picit. Hát ez lépés gyanús volt, de miénk a labda. Radičev is nagyon dühös a kapufára. Nem tudom Trifági milyen babonát csinálta lécekkel, de egyelőre működik. Minden kapufa őt segíti, meg a csapatot persze. Vezethetünk 3 góllal, gyerünk lányok! A szokásos kettős csere. A Budućnost pedig egyelőre nem változtat a 6-os falon. Persze ilyen magasságú játékosoknál lehet, hogy nem is lenne túlságosan éldomos, hiszen mi vagyunk a mozgékonyabbak. Csáki! Bravo! Csáki Viki első góljával 3 góllal vezet a Debrecen. Előbb-utóbb zavarba fog jönni a Budućnost. Biztos vagyok benne, hogy ők is tudnak hibázni, hiszen ők is emberek. És bár valószínűleg játszottak már ilyen hangulatban, hiszen ahogy mondtam, nemzetközi rutinjuk bőven megvan. Azért ez a katlan, ez nem hétköznapi, ami itt a Hódos Imre sportcsarnokban van, amit a fantasztikus közönség csinál. Csáki védekezik nagyon jól, Mehmedovićsal szemben. A 20. percben 3 gólos kivezetésnél. Ne nyíljunk szét, úgy van Tréfi, és megint oda megy a kipattanó. Onnan nem lehet gólt lőni. Megmentik még. Radičević életveszélyes. Ő harcolja ki most a 7-est. A kipattanókat is általában ő kaparintja meg. Az első vendég 7-es Bulatović jön. Jó irányba megy Trifági, de ő belövi Bulatović 3. gólja, 9-7. Persze szünetig csak 4-et kell ledolgoznunk, az még meg lehet bővebb. Persze 5-nél sem fogja senki visszakérni a jegyárát, ebben biztos vagyok. Járatjuk, meggyorsítjuk egy picit a labdát, Bogdanović, Lovrić, most kéne már a kapu felé menni, Borbás. Na mit ítélnek a bírók? 2 perces kiállítást? Nagyon szurkolunk, úgy is van. Kiáll kérem tisztelettel Jovanović, Borbást nem sikerült semlegesíteniük, lám. Nem minden a testmagasság. Emberelőnyben vagyunk megint, az iméntiből jól jöttünk ki. Itt az újabb szansz. Lehet megint gólt lőni, lehetőleg mondjuk többet is. Hornyák elhozza jobbra, Csákinak egyelőre nincs esélye fölkanyarodni, csak hogy oda zúznak neki egyet. Ó, ha egy kettős előnyünk lehetne, az meg aztán pláne. Knezovics megfogja az ittszert. Nem én mondom, hanem a nálam ehhez a sportákhoz sokkal jobban értők, hogy a világ 5 legjobb kapusában nagy valószínűséggel benne van Knezovics. Pálinger és Lunde, a Győr jelenlegi és jövőbeni kapusa ugyancsak így van. Szóval nem meglepő, hogy hozzá tud tenni jócskán a Budućnost játékához a kapus. Fönt van a bírók keze. A gól érvénytelen, szabadobással jöhet a Budućnost. Percen belül, ami a kiállítást illeti, a két szlováknak is föltűnik, hogy ilyenkor, mintha nem sürgetné úgy a befejezést a vendégegyüttes. Lépés gyanús, egy játékosunk a földön, ha jól látom, Bulat Anita az. Ő blokkolt önfeláldozóan. Bozsó Tamás és Kazimér Attila segítenek. Jegelik
a fájó testrészt. A labda minden esetre a debreceni, 43 másodpercig még ember előnyben vagyunk. Bulat szédeleg le a pályáról. De úgy tűnik, hogy nem lesz nagyobb baj, fogja tudni folytatni a játékot. 22 perc telt el, 2 gólos Loki előny. Jó lenne, hogyha lassan azért a 4 felé közelítenénk. Orbán, Bogdanovics, a régi beidegződések működnek. Hetest adnak, nem adják meg a gólt. Bogdanovics a földön egyenlőre. Elég komolyan összezárták ott a levegőben. Az is lehet, hogy rosszul fogott talajt. Knezovic ment oda sportszerűen megkérdezni, hogy mi a helyzet. És aztán már jön a szakemberek segítsége. Talán a vállát fájlalja, a jobb vállát a lövő kezénél. Az nem lenne jó, hogyha megsérülne Bogdanovics annak. De úgy tűnik, hogy nem lesz baj. Jön a hetes, és jön Bognár Barbara. A mérkőzés során először kap lehetőséget, próbál bemelegíteni ennek megfelelően. A Loki B közép azt vezényli, hogy álljatok fel. És a hódos népe talpon. Nézzük Bognárt. Ijeszt 2-t, és aztán bedobja. Hú, de fontos volt. Végre tudunk hetest belőni. 10-7, 3 gólos Loki előny. A 23. percben járunk, néhány másodperc is kiegészül a T-Mobile Budućnost. Érkezik is az új ember, amennyiben Lazovic új embernek számít persze. Szabó nem bántotta ellenfelét. Törlést kérnek a bírók. Triffai és Szabó beszélnek meg valamit a védekezésben. Teljes létszámban immár mindkét csapat. 7 perc a szünetig. Nem kéne gólt kapni, jó lenne 10 alatt tartani őket. Gorbás teszi fel a kezét, de ekkora pofonnak nem tűnt azért. Radovic a földön. Radovic összecsuklott, mint a bugyli bicska. Pedig Gorbás éppen csak, hogy meglegyintette. Szabad dobás. Bulatovics, nem engedjük lőni, ez nagyon jó. A többieknek kell kísérletezni, őket pedig Triffa úgy látom, hogy kitanulta. Csáki, miénk a labda. Csákit eltüntetik a pult alatt. Menjünk, menjünk a labdáért, úgy van. Csáki nem tud fölkanyarodni, Mehmedovics kopja derékon, és aztán inkább megállunk, mutatja Bulat is, hogy kár volna elkapkodni. Meg lehet a 4 gól. Meg lehet a 4 gól, és még nincs fél idő. Megfogta a Budućnostot ez a hangulat. Csak most nagyon-nagyon fontos lenne, hogy gólt lőjünk. Gyönyörű akció, Lovrić, 7-es. Úgy is van, és 2 perc. Bulatovićot küldik ki. A legjobb kombináció, azt hiszem. Legjobbját veszíti el 2 percre a T-Mobile Budućnost. Mi pedig büntetőt lőhetünk. Bognár Barbara jön megint. Knezovic 1 percig ugyanabban a helyzetben dermedten. A szlovák bírók ítéletét próbálta ilyetén módon bírálni. Gyerünk, Barbi, nagyon fontos. Az is jó. Bognár Barbara keze egyelőre nem remeg meg. 11-7, 4 góllal megyünk. 25. perc az első fél időben. Zavarban a Podgorica, ez teljesen biztos. Ráadásul mondom, a vezér
A szellemi vezér Bulatovics nincs. Szabó nagyon keményen, nagyon jól védekezik, túl keményen, túl jól kiküldik. Várható volt, hogy előbb-utóbb azért nálunk is lesz 2 perc. Szabó lett tehát az első kiállított. Vigyázzunk, Mehmedovics bejti. 11-8, katasztrófa persze nincs. Legalább 5 vagy 6 percig nem lőtt gólt, ezt megelőzően a vendégcsapat. Minden 5-6 percben, ha lőnek egyet, akkor az nálunk rendben. Én a magam részéről aláírom. Persze csak úgy lenne ez jó, hogyha mieink meg közben eredményesek tudnának lenni. Egyelőre nincs lövőhelyzet. A fal előtt adogatunk. Kazai a felső léc hárít, aztán, ha kimegy a miénk, oldalról jövünk, jól van. Kicsúszott, tudnélik a vendégjátékos a labdával együtt, és aztán mutatja, hogy őt csúnyán kilökték. A bíró meg mutatja, hogy azért ő meg ott volt. Radovics panaszkodott Csáki brutalitására. Nálunk a labda. Gyerünk, Lovrics. Bent van! Beleért a kapus, beleért a léc. De ez a legkevesebb. Ivana Lovrics első találatával visszaáll a 4 gól. 26. perc, 12-8. Fél perccel hamarabb egészül majd ki a Budućnost. Ott az egy izgalmas fél perc lesz, jó lenne, ha éppen nálunk lenne a labda. Mondjuk úgy, hogy Csáki megszerzi, gyerünk! Ne kapkodjunk, Bulat! Ott volt a hosszú oldalon Kazai is. Picit türelmetlenek vagyunk még mindig támadás befejezésben, Bulatovics pedig visszatér. Mehmedovics nem tud hibázni egyelőre a szélső. 12-9. 10 másodpercig még hátrányban vagyunk most. Jó lett volna azt az indítást bezúzni a kutyafáját. Eddig összesen 1 indítás gólt lőttünk. Persze, túl sok esélyünk nem is volt. Kiegészültünk, ehhez Borbás. Lovrics mutatja, hogy mi következik. Bogdanovics, most indul a figura, Hornyák. Lovrics gyönyörűen veri meg az emberét. Nagy gól. Ivo Lovrics egy az egyben bárki ellen képes ma gólt lőni. Az meg támadó falt, úgy van. Radovics bombázta szét a falunkat szabálytalanul. 4 gólról 5-re nőhet a Loki előnye. Csáki összeszedi. Á, nem, Krezovicstól erre lehet számítani. 7-es, Borbás szerezte meg a kipattanót. 2 is a miénk közül a földön. Csáki tápászkodik föl nehezebben, zúga mindent vele, pokol a hódosban. És jön Bognár Barbara, aki eddig hibátlanul, de nem fejezem be a mondatot, jön Bognár Barbara, pont. 28. perc eleje, 13-9. 1990 és 1996, csak ennyit mondanék. Aki hallja, adja át, jön Bognár Barbi, és ott van vele szemben a cserekapus, a 22-es Barjak Terovics, ő még nem játszott a meccsen. Bent van! Bognár Barbi 3-ból 3-at dobott be. És jön vissza Knezovic kapus. 14-9, 5 góllal vezetünk. 2,5 perc a szünetig. Hosszú lesz, de lendületben vagyunk. Trifa véd. A másodikat bedobják. És megint Radičević a legszemfülesebb. Őt egyszerűen a kipattanóval nem tudjuk megelőzni, a kipattanónál egész pontosan 14-10. Ne legyünk telhetetlenek, szünetig 4 gólnak kell lennie, az megvan már most. Lovrics. Bogdanovicsot kapja el Bulatovics. Egyelőre játszhatunk nyugodtan. Most kér időt Bakó Botond.
Jól csillognak ezek a szemek, én azt mondom. Bennük van az a tűz, aminek benne kell ilyenkor lennie. Csapó Erikával találkoztam a meccs előtt, ő azt mondta, hogy amikor belépett, akkor libabőrös lett. A régi idők hangulatát idézi most is a hódos. És ha már szóba került Csapesz, akkor kezdjük a 96-os dolgok felelevenítésével. 96-ban volt szerencsém ott lenni azon a Gudmei meccsen, ahol 8 góllal kikapott az akkori DVSC, és aztán itthon 8-al nyert, úgyhogy idegenben lőtt több góllal, tovább jutott. Az 1990-es emlék az pedig a Radnicki Belgrád elleni, ahol kint 29-21-re kapott ki a DVSC, Komáromi Ákos itthon fantasztikus hangulattal és fantasztikus taktikával küldte be a csapatát, amely 33-17-re megverte Európa akkori egyik legjobb csapatát, a Radnicki Belgrádot, és tovább jutott. Nem fogják elérni, az egy kek 8-at döntő volt, akárcsak ez itt. Persze mondom, ne szaladjunk se előre, se hátra. A nosztalgia szép dolog, és jó, ezekből lehet erőt meríteni, meg hitet, de a jelenből is nyugodtan lehet, vezetünk és jól játszunk. Nézzük, hogy változtat-e valamit a csapat. Egyelőre eladjuk a labdát. Gondolom nem ezt beszélték meg a mieink. Másfél perccel a szünetig, szünet előtt. Nagyon jó a blokk. Tudunk cserélni, áll az óra, törlést kér a bíró. És ha már Komáromi Ákost emlegettem, akkor 96-ban pedig Köszner Vilmos volt az EHF kupában a címvédő DVSC mestere. A szurkolók egy nagyon jó hangulatú és minőségű klippet csináltak ebből a két meccsből, mint egy buzdítandó a csapatot. Az ugye miénk is lehetne akár. Mi baj van? Knezevics fájlalja valamiét. Időt kért közben a Buducsnost. Mellettünk ideges montenegrói szurkolók üldögélnek. Reméljük, hogy nem szakad el a cérna, ha kiesik a csapatuk. A Loki békezét pedig akárcsak a Queen koncerten lennénk. Dragan Adzsics nem nyugodt. Alapvetően biztosan igen, de most egyáltalán nem. Ő is érzi, hogy nekik van nagyobb veszíteni valójuk. Egyértelműen góllövési kényszerben most a csapata. De hát ahogy mondtam, meg hát tudjuk, nem nagy varázslat ez, ők is csak emberek, ők sem tudnak mindig 100%-on teljesíteni. Ők is tudnak hibázni. Szabad dobásra megyünk tovább, tehát egy perc gyakorlatilag a szünetig. Jó a szerelés, mondom én. A játékvezető azt mutatja, hogy szabálytalanság árán szereltük Radičevićet. Tréfa rutinosan ölte picit az időt. Bulatovics. Nincs most olyan lendületben a Buducsnost, hogy félnünk kéne minden akciónál. A kinti meccsen sokkal inkább benne volt. Fönt van a bíró, keze, lőniük kell. Bulat szerez labdát, visszaadják. Nem lesz időnk már a kontrára lassan. Elveszik, jó van. 10 másodperc, végig lehet vinni a labdát, de nem így. Szabó tovább, gyerünk, Gorbás! Elfogy az idő. Időn túli szabaddobás lesz talán. Igen, 14-10-nél nem tudtuk végigvinni, már kevés volt az idő, hogy valami kombinatív dolog legyen benne. Bulat ott marad, de hát egy jegenye sor lesz gyakorlatilag előtte. 190 centis játékosok plusz a magas tartás, tehát szinte fizikai képtelenségét ellőni. Valamit mutatnak, hogy a zsűri asztalnál vita van. De rendben van, van időn túli szabaddobás. Úgy tűnt egy pillanatra, hogy a horvát ellenőr ennek
jogosságát vitatja, de aztán visszaállnak a lányok. Bulat tehát, és előtte a Buducsnost. És miután 3 másodperc még van, belefér egy passz. Így egész más a leányzó fekvések, érném tisztelettel. Ugyanis nem kell egyből ellőni, meg lehet játszani. Persze az nem olyan nagyon sok idő, hogy pilinckázni lehessen. Na, lassan csak kiderül, hogy mi a helyzet. A zsűri asztalnál megint vitatkozik a horvát valamin. Josip Posavec. Tudnélik, 3 másodperc van a nagy órán. A játékvezetők először azt mutatták, hogy időn túli, most megint ezt mutatják. Na, jó van, akkor nincs passz. Egyből el kell lőnie Bulatnak. Úgy tűnik, sikerül azért megegyezni abban, hogy ez a létfontosságú momentum hogyan alakuljon. Na nézzük, végre valahára befejeződik ez a dolog. Befejeződik, Bulat eltalálja az egyik montenegróit, elnézést kér. Szünet. 14-10-re vezet a DVSC Korvex, innen folytatjuk hamarosan a szünet után. A mérkőzés közvetítését támogatta a Korvex Kft. A mérkőzés közvetítését támogatja a Dexium Kft. Én nem mentem a kópulba fél pénzzel. Hélikerből kóp. Megújult és kibővült kínálattal, tőkehús, csemege, sütemény, zöldséggyümölcs és minden, ami eddig volt. Magyar áruk, magyar üzletben, magyar vásárlókkal. Fedezze fel az újat a régiben. Hélikerből kóp. Két heti műsorismertetőnket megtalálja a tévénéző oldalain. Hamisítatlan falusi környezet és hangulat várja Önt, kedves családját és üzletfeleit a Hajdúszoboszló melletti Szilver Majorban. A 45 hektáron fekvő tanyánkon 28 szobával, 200 fős csárdával, termál és úszómedencével, halastóval, színes programokkal várjuk a hozzánk látogatókat. Családi összejöveteleknek, esküvőknek, céges rendezvényeknek ideális helyszínt, a résztvevőknek felejthetetlen élményt biztosítunk. Idillikus környezet, pusztai hangulat, Szilver Major. Gépjárművek futómű szervize, olajcseréje, autóklíma szerviz, vonóhorok felszerelés, műszaki vizsgára való felkészítés, kerékpárcsa javítás, mobil gumi szerviz szolgáltatás. Debrecen, Lovas utca 2 és Monostorpályi út 9-11. www.olagumi.hu. A mérkőzés közvetítését támogatta a Korvex Kft. A mérkőzés közvetítését támogatja a Dexium Kft. Kérném tisztelettel, a fele megvan. Fogjuk föl így. 14-10-re vezet a DVSC Korvex a Buducsnost Podgorica ellen a KEK 8-at döntő visszavágóján az első félidő után. És ha már fele elevenítettük a 90-es és 96-os dolgokat,
és Csapó Erikáról, Komáromi Ákosról, Köszner Vilmosról már beszéltünk a nézőtéren. Jedi Manyit is láttam, természetesen Nyilas Tünde mindig itt van, és Medgyesi és Áfi Márti is kvázi hivatalból, hiszen Medgyesi Sándor a csapat kapus edzője, pálya edzője. Na nézzük, kezdődik a második félidő. A támadó szekció van bent, tehát a Hornyák-Lovrics féle hatos fogad. Reméljük, hogy a szünetben sikerült néhány dolgot még tisztázni, ami esetleg nem úgy sikerült az első félidőben, ahogy kellett volna. Borbást előzik meg, szabad dobás a javunkra, mielőtt még Radičević végig szaladna a pályán. Bogdanović kapufáról megy oldalra, ezek szerint nem ért hozzá más. Nagyon vigyázzunk, hogy ne engedjük őket fölzárkózni, amit eddig építettünk, az ne menjen tönkre. Bulatović belefújnak már, és aztán törlést fog kérni a játékvezető. Egy perc telt el az első, illetve a második félidőből az első akcióval gyakorlatilag. Bulatović lövi el takarásból, Trifárit lábbal. Ezt a kombinációt díjazzuk abszolút. Minél több ilyet kellene csinálni, Trifa teljesítményére egyébként csak a kalaplengetés lehet a megfelelő reakciót. Bulat kap egy nagyot a kezére, megint az egyébként is fájós kezére. Kap egy kis segítséget. Jön Lovrics és Hornyák. Dragan Adžić pedig, mint egy betépett Karajan a kispad mellett, végig vezényli. Borbás nem tudott befordulni, érezte, hogy mindkét oldalon állnak. Knezovic véd. Nem tudunk gólt lőni, egyelőre igaz, hogy nem is kapunk. Tehát a végtelenségig ez nyilván nem mehet. Trifa lábbal megint, és Csáki megszerzi a kipattanót. Igen, csak hogy közben lent maradt Kazai, ezért fújnak közben a játékvezetők. A fejét ütötték meg Csibének, aki az első félidőben három akciógóljával a legeredményesebb debreceni volt. A túloldalon Radičević lőtt ugyancsak három akciógólt. Reméljük, hogy nincs baj. Nincs. Most már jelentjük, hogy nincs baj. Csibe bólogat, hogy kap levegőt. Az orrát üthették meg. Na gyerünk, 14-10. Építsük tovább a csodát. Ezt a podgoricai csapatot 8-an legyőzni, azt hiszem, abszolút ebbe a kategóriába tartoznak. Egyelőre rossz passzok. Bogdanović pedig megint mellé. Kicsit kényszeredett lövőhelyzet volt, nagyon nem készülhetett rá. Elejti Bulatović a labdát. Lehetne egy kontra. Borbás megfogja Knezovic. Átokül a hölgyeken egyelőre minden oldalon. Jó szerelés. Bogdanović érte nagyon jól. És állította meg a kapu felé száguldó Radovićot. 3 perc gól nélkül. Kitöri meg a csendet. Bulatović szabálytalanok vele szemben, mutatja, hogy megütötték a fejét. Tenyérővel Kazai is mehetne panaszkodni, Bulatról nem beszélve gyakorlatilag. Le is teremti Radičević, hogy ne nyafogja, hanem kézilabdázva. Megint kiejtik a labdát, zavarban a Buducsnoszt, megszerezzük, gyerünk, Bulat!
visszarendeződnek, de talán még lehetne valamit kezdeni. Bulat a földön, Spori! Valószínűleg nem magától esett el. Igen, ütközött méghozzá Radičević-sel, és egy nagy medve puszit gyűjtött be szegény Bulat. Nem tudunk gólt lőni, és ez nem jó, mert nem tudjuk növelni az előnyt, nem tudjuk növelni a nyomást, ami a Budućnostiakon van, illetve a Budućnost játékosain van. Bulat talpon, szerintem ha egy keze és egy lába lenne, akkor is menne ezen a meccsen, meg egyébként is bármikor. Nagy küzdő. Na nézzük. Ez az eredmény természetesen a Budućnostnak jó, hiszen telik az idő. És a második negyed óra, illetve az első félidő utáni első negyed óra egyelőre nem hoz további debreceni gólt fölé. Lehetes. Megint Radičević oldotta meg. Jovanović a labdával bedobja. Várató volt, hogyha mi nem, akkor ők előbb-utóbb lőnek. Lovrić ellépi. Uha. Lehet, hogy a szlovák bírók is úgy érzik, hogy nekik is bele kéne hozzá, vagy hozzá kéne tenni valamit. Miljanić első gólja. Följönnek kettőre. Semmi nem sikerül eddig. Nyugodjunk meg. Talán ez lenne a legfontosabb először is. Perc játék után fogy az előny. Szabó kisodorják kézzel együtt. Lovrić nem tud lőni, Bogdanović ő sem, Kazai ott nincs tovább. Miljanić fogja meg. Szabó egyik az egyik kezét, a másik a másikat fogja. Törlés. Széttöredezik a játék. Nem tudunk lendületbe jönni, nem kapjuk el egyelőre a fonalat, a ritmust. Hiába a hódos csarnok szurkolóinak buzdítása. Egyelőre majd 6 perc alatt még nem tudtunk betalálni. Törjük meg azt a jeget. Fönt van a bíró keze, lőni kell. Bulat nem látta. Hajaj. Az támadó falt, egyértelmű belemenésbe is fújják. Még akkor is. Trifa mérges, hogy nem tudtunk indulni. Minden percre jut egy ápolás, egy törlés. Ez nem az igazi. Nagyon nem. Nem látom egyelőre, hogy kimaradt lent. De mondom, egy picit ölik az időt is, ölik a játékot is a vendégek. Talán Radović, aki lent marad. De jó is, hogy mondtam, hogy talán, mert nem ő az. Hanem Knezević, de már talpon fut vissza. Szerencsére nincs nagyobb baj. Trifa néz szemrehányóan a szlovák játékvezetőre, aki nagyon rutinosan nem veszi azt észre. 6 perc, dobjunk már egy gólt. Kapott rendesen. Szigorú a podgoricai védekezés, és ezzel egyelőre nem boldogulunk. Bogdanović áthámozza magát,
csak szabad dobás. És megint kapufa. Bogdanovic találja el. Nincs lőtt gól, nincs lőtt gól, nagy a baj. A Budućnosnak gyakorlatilag az is bőven megfelel most, hogyha akár passzívig játsza. A két szlovák eddig ugyan igyekezett konzekvensen elvenni ezeket a labdákat, közben Radicev is belopja a negyedik gólját, egyre följön a Budućnos. Ne essünk már szét. Olyan szépen ment az első félidő. Jön Bognár, aki eddig 3 hetest tett hozzá, hiszen mezőnyben még nem volt, most ő lesz a karmester. Mindjárt megpróbál egy egyéni betörést, és mindjárt dobhat is egy hetest. Talán meg kéne állítani az órát. A bíróknak így se rossz. Eltelik egy 8 perc az első debreceni lőtt gólig a második fél időben. Bognár és Knezovic. Bent van ez is. 4-ből 4-et zúzott be Bognár Barbara. 8 perc játék után 2-vel megyünk. Gyerünk. El kéne kapni valahol azt a lendületet, azt a ritmust, amit az első fél idő végén csináltunk. Bulatovic nem tud bemenni. Bulat játssza el, hogy belemenés. Fönt van a bíró, keze triffa véd, ez az. Nem tudunk indulni, visszazárnak. De akkor lőjünk ott, felállt fal ellen. De könnyű ezt innen föntről, persze. De hát az elsőben olyan jól ment. Hú, Bogdanovicot Bulatovic kopja le. Megbontják a falat a montenegróiak. Az jó, Bulat! Ó, és 2 perc, úgy is van. A gól érvényes természetesen, és emberölőnybe kerülünk. A 8-as számú Jovanovicsnak a második 2 perces kiállítása. 16-13. Tehát még mindig csak az első fél időt keresgéljük. Bogdanovic jön ki Bulatovicra. Kazai nem volt ekkora falt. Borbás segíti föl Miljanicot. Kicsit sok a színház, én azt gondolom. És a szlovákok egyelőre nem büntetik ezt a részét. Gyakorlatilag egy szúnyogcsípéstől is összerogy az ellenfél bármelyik játékosa. Én nem mondom, hogy egy-egy füles nem csattan el, de hát ez a szinthez ez már hozzátartozik. Passzív, úgy is van, elveszik a szlovákok. Igazán sok panaszunk nem lehet rá, mondom, talán ezt a túljátszást, meg ezt az időhúzóst nem nagyon büntetik. Bulat, erről van szó. Bulat Anita 4 gólos, mindet akcióból lőtte, ahhoz képest, hogy az is kérdéses volt, hogy egyáltalán tudja-e vállalni a meccset. Ez fantasztikus teljesítmény. 17-13, megvan a félidei 4 gól. Utolértük tehát nagyjából magunkat. Ehhez sajnos kellett 10 perc. Elveszik a bírók, jó van. Gyerünk, van még 1 perc az ember előnyünkből. Bulat, Szabót játsza meg. Bravo, Bali. Szabó Bali első góljával. 5 gólos előny. Ennyi még egyszer sem volt a meccsen. 18-13 az állás. 40 másodpercig még ember előnyben a DVSC Corvex. Ízik a csarnok, libabőr mindenütt, bravo, ennyi. És megint lefekszik, miért? Mutatja a szlovák végre, mutatja a szlovák, hogy tessék már fölállni, nem kell itt a színház. Ezt is megértük, ó nem, el is veszik, konzekvens, nagyszerű ítélet.
Nem. Az egyik ezt ítéli, a másik azt. Spori. Az egyik szlovák odaadta nekünk a labdát. A másik kiállítja Bulatot 2 percre. Könyörgöm. És marad a labda a Budućnosnál. Úgy éljek én, hogy az egyik szlovák azt mutatta, hogy jöhetünk. Talán még azon is gondolkozott, hogy kiállítja a műesésért a vendégjátékost, és akkor a másik fölül vérálja. 5-5 ellen tehát. Bulatovics, hát ezzel a szinten Zitzer, kapufára lövi, ott megy Kazai. Miért nem indítjuk? Bogdanovics. Azt nem lehet onnan belőni, ráadásul meg is lökték, megint egy elkapkodott, elrontott akció. Most mi vagyunk 5-en, a 6 Budućnost játékossal szemben. Hosszú másfél perc lesz ez. Nagyon nagy csata, ahogy arra számítani lehetett. Kazai csípel egy labdát. Szándékos láb, ugyan kérem. Most belenyúlnak a szlovákok sajnos. Főszereplő akar lenni, és ez nagyon nem jól van így. Bedobnak egy dobverőt közben. Két szurkoló mindjárt bemászik. Azt nem kéne talán. Ez nem jó ítélet volt. Kettős hátrányban vagyunk. Két véleményes kiállítás, és azt gondolom ezen a szinten ez nehezen feldolgozható. Ilyen felfokozott idegállapotban nem lesz egyszerű. Ráadásul a játékvezetők és a zsűri asztal semmit nem hallanak egymásból. Hanem 34-es a kiállított játékos, ezt kell még javítani. Na nézzük. Hát megnehezítették nekünk alaposan. Lehúzzák a szélre. Jöhetünk mi? Ők is érzik szerintem. És megint lefekszik Miljanić. Ez egyszerűen hihetetlen, komolyan mondom. Lehet, hogy rosszul esett, és ha így van, akkor tényleg nagyon sajnálom, de minden egyes ütközésnél mindig lent maradnak, tehát ez egy idő után azt gondolom játékvezetői kérdés. 12. percben járunk. 5 góllal vezet a Loki, 59 másodpercig kettős hátrányban a mieink. Bakó Botont kihasználja ezt a pillanatnyi kis szünetet. Lovricsnak, Bogdanovicsnak és Bognárnak magyaráz, tehát a karmestereinknek. Ők hárman azok, és még nyugodtan Bulatot is ide sorolhatjuk, akik egy az egyben is képesek megverni bármelyik montenegróit. Miljanić közben sántikálva megy át a másik térfélre. Adjanak neki 5 percet, és futni fog. Bármiben lemerem fogadni. Persze ez nem baj, és szurkolok is, hogy így legyen. Csak akkor nem kell egy picit se feküdni, mert akkor nem tudunk indulni, és nincs gól. Na mindegy. Ne ezzel foglalkozzunk, mert a végén még eltiltanak 3 hónapra. Nálunk a labda, és az a fontos, Trifági. Lovrics, Bogdanovics a labda útja. Mit lehet itt kezdeni támadásban? Lehet-e bármi olyat csinálni 4 játékosnak 6-tal szemben, ami eredményre vezethet? Egyelőre egy szabad dobács. Bognár mutatja, hogy hova el lehet menni. Ne adjuk oda!
Lovrić ráz le egy embert, Bognár lő, Krezovic véd, és aztán miénk a labda megint. Jó van. Hú, Radičević dühöng, de hát inkább csak magára lehet mérges. Csáki fut be, nem sikerül megjátszani, Bognár. Megint rossz a passz. A legrosszabb kombináció. Előbb-utóbb várató volt, hogy kapunk egyet. Knezevic lövi. 18-14. Úgyhogy eltelik 13 perc a második félidőből is. Most kéne nagyjából 6-tal mennünk. De hát egyelőre csak 5-en vagyunk a pályán. Bulat jött vissza. Lovrić! Mekkora gól! Ivo Lovrić minden dühét beleadta ebbe a bombába, a jobb felsőt célozva. 5 gól megint a különbség. Ember hátrányból tudunk gólt lőni, van tartás, van szufla, gyerünk! Makó Botond extázisban a kispad mellett, és visszajön Kazai. Semmi. Ilyen van 100. Talán a szlovákok is kezdik megunni, én nagyon bízom benne. És előbb-utóbb fújnak egy kis hazait, mert eddig túl sok nyomát nem fedeztem föl ennek. Úgy van! Bogdanovics szerez labdát, és Bulatovics nem engedi indulni. Kazai zicserben, gyerünk Anita! Krezovics, Demes kapus. Megfogja a zicsert. És ott a gól a másik oldalon. Megint Knezevics. 3 akcióval. Nem fogják elinni, Knezevics lent marad. Bizonyára eltört a lába, és ott fog elvérezni. Ez hihetetlen, komolyan mondom. Nézzük a tényeket. 14 perc, 18 másodperc telt el a második félidőből, 19-15-re vezetünk. Pontosan ugyanannyi a különbség, mint az első játékrész után. Ugye a szurkolók matematikája szerint nagyjából a 45. percben kellene 6-nak lennie a különbségnek, és miután ehhez képest mínusz 2-nél járunk, ez azt jelenti, hogy pokoli utolsó negyed órát kell produkálni. Ott kellene ledolgozni annyit, mint amennyit mostanáig sikerült. Iszonyatos fájdalmai vannak Knezevicsnek, addig még le nem ér. Hat a hat ellen, nézzük. Lovrić mutatja, hogy a kettes figura. Bognár. Lovrić. Bátran. Ó, Bulatovics ütött oda megint. Bulatot tarolta le. Csúnya dolog megint. Újabb 2 perc. És fejre ütnek, ami a leggonoszabb dolog, mert azt védi legkevésbé a játékos, hiszen a labdával van elfoglalva. És megint Bulat kapja. Emberelőnyben vagyunk. 15 perc, picit több. Ezt az emberelőny gólokra kell váltani. Nem egyszerűen csak gólra, gólokra kell váltanunk. Különben nem marad esély. Akkor az utolsó percekben már túl sokat kéne lőni. Csáki! 20-15. És arról nem beszélve, hogy most nem kaphatunk gólt. Hát ez evidencia, hogy úgy mondjam. Szabad dobás befelé. Bent van a pályán Pecevska, a macedón. Eddig nem kapott lehetőséget, most először Szabó, labdát szerez, ott megy Bogdanovics, Csáki, megvan a csel, ott a másik oldal, Kazai, ezt is megfogja Knezovic.
Kazai ebben a fél időben nem tudott átjárni, túljárni a kapus eszén, jön Juhász. Juhász Gabi hármassal, először a meccsen. El szerette volna kérni a labdát, de nem vették észre a többiek. 46 másodperc még a Vember előnyünkből. Bulat tovább. Lovrics, el kell lőni, mert el fogják venni. Fönt van a bírók keze, lőni kell. Szabó, szabad dobás. Bulat, megfogja Knezovic. Ezek most az ő percei. Sajnos azt kell mondanom, hogy ha így lehúzza a redőnyt, akkor nagyon nagy bajban vagyunk a továbbjutást illetően. Újabb sérült játékos a földön. Tizenöt másodperc a kiállításból még. Aztán visszajöhet Bulatovics. Öt gólos Loki előny. Ha jól látom, akkor Mehmedovics maradt lent. Igen, őt próbálják ápolni, magához téríteni. Beszorulhatott a levegő is egy picit. Mehmedovics talpon. Tovább a meccs. A két szlovák és a horvát megint megbeszélik a látottakat, a teendőket a zsűri asztalnál. És a Buducnost hamarosan kiegészül. Bulatovics jön majd vissza természetesen. Történt. 13 perc a meccsből. Juhász védekezik jól. Aztán mégiscsak megtalálják az utat. Radovics régóta nem csinált semmit, most lőtt egy gólt. Én a magam részéről nem bántam volna, ha nem teszi ezt. Lovrics, Bulat. Bemutatta a figurát. Azt aztán megcsinálja egy az egyben a cselt, hetes. Bognár Barbara jön. Knezovics vele szemben. Lehet megint öt gól. Előtte egy kis törlés. Knezovics sem ma kezdte. Próbálja az összes olyan fegyvert, az összes olyan pszichikai eszközt bevetni, ami ilyenkor megzavarhatja a lövőjátékost. Bognár tehát. Bent van. Hibátlan teljesítmény. Bognár Barbara hetesben. Ötből ötöt belő. Egy maradt ki csupán az elején. Azt Bulat lőtte fölé, de azóta mind ment van. 21-16, a 18. perc végén járunk. Jó, miénk a labda, mehetünk. Egy távoli labda, Juhász. Bent van a rövidbe, Juhász Gabi belövi az első gólját. 22-16, megvan a 6 gól. Önmagunkhoz és a recepthez képest 3 perces hátrányban vagyunk. Az még talán megoldható. És ugye kint 28-20 volt. Ez azt jelenti, hogy még akár idegenben lőtt góllal, tehát hogyha 20 alatt tartjuk a Buducnostot, akkor idegenben lőtt góllal is jók lehetünk, ha 8 a különbség. Tehát nem kell 9-el nyerni, erre akadok kiukadni. Bulatovics. Nem sikerült feltartóztatni. 4 gólos.
Bulat! Ó! Bulat ütközött neki. Szigorú meccs. Nagyon-nagyon szigorú csata. Nem sajnálják magukat a lányok. És persze az ellenfelet sem. Megint Bulatot kell összerakni. Bulatovicsot lehozzák. Bemegy helyette Knezevics védekezni. Gondolom nem akarja meg reszkírozni az edző, hogy kiállítsák harmadszor is Knezevics Bulatovicsot. Hiszen van még hátra sok. És azért kulcsfigura, azt látjuk. Na nézzük! Megint tegyük oda azt a hatot. Bulat! Megfogja Knezovics. Könnyedén. Rajta nem múlik. Bulatovics támadásba bejön. Triffa nagyot hárít, szabad dobás. Triffa véd megint. Fantasztikusan jó teljesítményt nyújt ő is. Nagyszerű az indítás, a bíróról jön vissza, az most szabályos, mehet tovább. Az meg belül védekezés. Sporját 4 méteren állt Bulatovics. Szabó marad lent közben. Hát Bulatovics 4 méteren védekezett, könyörgöm tisztelettel. Minden szlovák-magyar barátságot latba véve. Hát mi ez, ha nem 7 méteres? Én tudom, hogy Bulatovics nagy játékos, és tényleg nagyra is tartom. De hát ami 4 méter, az 4 méter. Ezen nagyon nincs mit vitatkozni, Spori. Ez még Szlovákiában is 4 méter. Na jó, ott mondjuk lehet, hogy nincs annyi. Kis ország, kis méter. Bulatot előzik meg, Lovrić szerzi vissza, figyeljünk ezekre azért. Á, nem. Az belül volt, megint. Radicevic dühöng, pedig nagyon nem volt min. Hoppá! Mehmedovic löki el Bognárt. Hát, amikor a gyerekeknek majd a kézilabda suliban a sportszerűséget oktatják, ezt a meccset nem javasolnám. Bulat lő egy nagy gólt. Mondom én, ehelyett oldalháló volt. Ilyen az, amikor a szív diktál, nem a szem. 22-17, 21. perc. Jön a korábbi halálos sebesült Knezevics vissza a pályára. Emlékeznek még, amikor nagyon súlyosan megsérült, hát ennyire. Triffa véd, jó van. Nem lehet indítani, nem is kell. Csak dobjunk egy gólt, könyörgöm. Bogdanovics. Nagyon szép csel, és nagyon nagy gól. Ebből kéne több gyereke. Egy az egybe lehet őket verni, hát csináljuk ezt. Megint 6 gól, 9 perc vissza. Szamoránszky Piroska a pályán 98-assal. A kinti meccsen nem játszott, és most is csak a végén kap bizalmat. Reméljük, hogy nem ő lesz a döntő figura a találkozón. De hát nyugtan van a napot persze. Bulatovics. 5 gólos. Vigyázni, á, Borbás, azt nem hiszem el. Mehmedovics a góllövő. Ugyanazt csináljuk, mint a Siófok ellen a meccs végén, nem figyelünk egy középkezdésnél. Csak ez nem a Siófok. 23-19, a 22. perc végén járunk, eldőlt a továbbjutás. Nincs csoda, a győzelemmel fogunk búcsúzni. Nem gondolom azt, hogy a hátralévő 8 percben le tudnánk dolgozni a hátrányt.
Még akkor is, ha most két perces kiállítás. Szamoránszki megy le. Mondják rám, hogy kis hitű vagyok, és ne legyen igazam. Kevesebb, mint 8 perc. 4 gólos előny és emberelőny a Loki szempontjából. Csáki, ez az! Bogdanovics külön emberként Bulatovicsra vigyáz. Az meg támadó hiba. Akár lehetett volna az is, inkább úgy mondanám, úgy fogalmaznék. Darko Repensek és Janko Pozeznyik nevez ez a két név. Radovics a góllövő. Megint egy elrontott középkezdés, nem hiszem el. Időt kérünk. Jól nyúl bele Bakó Botond, rendezni lehet a sorokat talán. Kell is rendezni a sorokat. Picit sok volt most az eladott labda, a figyelmetlenség. De hát ez a fáradtság számlájára írható. Ilyen szintű meccset a magyar bajnokságban alig játszunk. A Győr, talán a Fradi. Mostanság a Békés Csaba az, aki ilyen harcra kényszerít minket. Csákit próbálják meg népi gyógymódokkal helyre tenni. Na nézzük. Egy perc, 8 másodperc még, egy perc, 3 bocsánat az ember előnyünkből. A B közép. Véleményével nagyjából egyet lehet érteni, mindent bele. Lovrics egy embert lebont, Bognár. Úgy van. Ilyen az, amikor belül védekeznek. Pont ugyanilyen volt Bulatovics esete is. Radovics szerelte szabálytalanul, vagy akadályozta szabálytalanul Bulatovicsot. Jön a cserekapucs, Barjak Tarovics. Összesen egy hetesre kapott eddig bizalmat. Bognár kap ápolást. Vetődve, önfeláldozóan indult el. Kérdés, hogy vajon tudja-e vállalni a büntetőt. Igen, ő megy oda. Barjak Tarovics tehát vele szemben. Én a magam részéről annyira nem bánom, hogy nem ő játszotta végig a meccset, azért a Knezovic nevet könnyebb kimondani. Na nézzük. Bent van. 6-ból 6. Bognár Barbi büntetőből. 25-20. Van még hátra 6,5 perc. 5 gólos előny. Csáki csípel majdnem egy labdát, aztán belefújnak. Kiegészül a Buducsnosz, Triffa hárít lábbal, nem miénk a kipattanó, de miénk a labda. Lovrics. Hú, de meleg volt, Bolat tovább tudja tenni. És rálépett a vonalra Csáki.
mutatja a játékvezető. Semmit nem láttam belőle, takarásban volt. Fogadjuk el, hogy korrekt az ítélet. 5 perc, picivel több a hátra lévő idő. A Buducnost akár csak az egész mérkőzésen eddig, ezután sem sürgeti majd a támadás befejezést. Nekik nagyon jó ez a faltolgatás, áll az óra, illetve nem áll az óra, pont ez az, áll a játék. Most már fölteszik a bírók is a kezüket, mert látják, hogy ez nem a kézilabdáról szól, vagy csak részben. Úgy is van, végre elveszik. Indulni nem lehet, legalábbis én úgy láttam, de Juhász azért megpróbálja. Bent van! Csáki ment a túloldalon, Juhász ezen, Triffa ezt az oldalt választotta. Elnézést kér Juhász Gabi Knezovicstól, 6 gól a különbség, 4 perc van hátra. Ha most nem kapunk több gólt, akkor a Léga 28 lőtt gól. Akkor meccs 0 van 28-28-nál. És akkor a közönség szavazatok dönthetnek. Persze nem, csak mondom, hogy oldjam a feszültséget. Legalább magamban. Szerintem Radovics van a földön. Sérülést szenvedett. Nem kapunk több gólt és lövünk 2-t, akkor csoda van. Akkor csoda van, mert akkor utolérjük őket. Bulatovics, Radovics. Nem tudnak lőni. Jól zárjuk el az utat, Juhász. Belefújtak már, a lövés sírszó után érkezett. Fönt van a bíró keze, el fogják lőni. Bulatovics. Triffa véd, Csáki a kipattanó. Megy a hosszú oldal. Borbás most inkább a biztosat választja, jól van ez így. Jön Lovrics, és jön Bognár. Karnyújtásnyira a csoda. Meg tudjuk-e lépni ezt a karnyújtásnyit? Lovrics! 27-20. Lovrics 4 gólos, megint zseniálisat produkál, akárcsak a kinti meccsen. 3 perccel a vége előtt, 1 gólra vagyunk ahhoz, hogy beállítsuk a kinti meccs eredményét. Hát itt most elgurult a tabletta, kérem tisztelettel mindenkinél a lelátón. Bakó Botond vezényli a közönséget, fantasztikus hangulat. Csak most figyeljünk oda nagyon a védekezésre. Triffa! Megfogja és megy Juhász! Triffa mutatja, hogy nem kell elkapkodni, gólt kell lőni. A magam részéről támogatnám az ötletet. A horvát ellenőr Bakó Botond tinti nyugalomra, nem lesz könnyű dolga. Bogdanovics lefordul Szamoránszkiról, kap egy szabad dobást. Jön Bognár. Az ő higgadtsága, és talán frissessége, bár azért frissességet nyilván nem így képzeljük. Juhász, illetve Szabó a földön, törlés. Pici híja volt, Szabó bosszankodik, hogy kicsúszott a labda a kezéből, nem tudta megfogni, nem tudott befordulni. De szabaddobás is, gólt lőhetünk, belőhetjük a 28. gólunkat. Hihetetlen. Persze, hogy bíztunk benne, hogy összejön, de hogy mi tényleg meg tudjuk csinálni, persze. Lökés gyanús volt, a bírók nem fújnak. Mielőtt még belőhettük volna a 28. gólunkat, közben egy dobverő van a kapunkban. Egy felet már találtak a bírók, most elhozzák a másik felét is. Hát hazafelé Szlovákiába jókat lehet dobolni majd. Jobban telik az út például. Egyéb ötleteim is lennének, de maradjunk a dobolásnál. A B középnek is vannak ötletei ezzel kapcsolatban. Na most a védekezés. Bulatovics súg össze Radicevicsel.
Szamoránszki pedig várja, hogy a többiek mit mondanak majd neki, merre mozduljon, mit csináljon. Az utolsó két percen belül vagyunk, 27-20-as Loki vezetésnél. Ilyen nincs és mégis van, mondta egy kollégám valamikor. Valami ilyesmit érzek én is. Bulatovics. Bulatot és Szamoránszkit figyelmeztetik, időt kér Dragan Adzsics. Nyilván szeretné góllal befejezni az akciót. A szlovák figyelmezteti a két magyart, hogy ne kakaskodjanak. Ugye tyúkoskodni nem lehet, az nincs a magyarban, pedig hát ugye a hölgyek eleve hogyan kakaskodhatnának. Na mindegy, másfél perccel a vége előtt időt kért a Budućnost. A Radnički Belgrádot gyakorlatilag megsemmisíti az akkori DVSC 33-17-tel. 1996-ban a Gudmét 24-15-re múlja felül az akkori DVSC. Vajon ez a mai Loki tud-e nyerni 28-20-ra a hátralévő másfél percben úgy, hogy most 27-20-ra vezet? Hú, de jó lenne másfél perc tiszta játékidővel öregebbnek lenni és tudni a választ, ami igen. Hogy a Loki szurkolók mennyire előrelátók, abból gondolom, hogy mindenkinél van dobverő, holott kettőt már bedobtak. De nézzük a meccset, az fontosabb. Radovics, Bulatovics, kiejti a labdát, mehetünk! Radovics passzolta talán rosszul, de hát Bulatovics a világ egyik legjobb balkezes játékosa, kiejti a labdát, hát emberek. Az utolsó perc kezdődik. Lehúzzuk a kapust, bejön Lovrić megkülönböztető mezben, és bejön Borbás is. Remek taktikai húzás, természetesen a szabályok lehetővé teszik, két beállóval játszunk. Hát ha így nem sikerül, akkor nem tudom hogyan. Persze vigyázzunk, labdát nem veszíthetünk. Nem lehet átvenni a labdát, rossz a passz. 40 másodperc. Félek, hogy ezt végig fogják játszani. Ezt hogy rontottuk el, nem tudom. Fél perc. A Budućnostnak elég, hogyha végig játsza. Nem kell kapura se lőni. Menjünk, kimutatja Makó Boton, támadjuk meg őket, hogy rontsák el. Belefújtak már, picit elkésve, 15 másodperc. Az utolsó percben meg kell állítani a szabályok szerint az órát. 15 másodperc. Nem fogják ellőni, persze miért lőnék, hiszen nincs passzív veszély, 10 másodperc. Bulatovics tovább teszi, ő is. Letelt. Vége. 27-20-ra nyerünk. 27-20-ra nyer a DVSC Corvex. Egy olyan meccsen, amit nagyon sokáig fogunk még emlegetni. Bakó Boton mindjárt megeszi a szlovák bírót. Nem sikerült a csoda, de nagyon közel volt. Kedves nézőink, egy olyan meccset látunk, ami nyugodtan bekerülhet majd a DVSC aranykönyvébe, nagy betűvel, nagyon nagy csata volt, és tényleg egyetlen gólom múlott, hogy nem sikerült beállítani a kinti meccset. Azokhoz képest, amit ott láttunk, két klasszissal játszott jobban a DVSC Corvex. Fantasztikus közönség volt, fantasztikus hangulat, a véráskodást nem tisztem megítélni. Reméljük, hogy kedvet kaptak ahhoz, hogy a többi Loki meccset is megnézzék, itt a Hódosban, és aztán az Alföld TV képernyőjén. Valamennyi kollégám nevében köszönöm szépen a figyelmüket, Nehéz Attilát hallották, a viszontlátásra, a viszonthallásra legközelebb. A mérkőzés közvetítését támogatta a Corvex Kft. A mérkőzés közvetítését támogatta a Dexium Kft.